Cifra György emlékév programjai Balázs János zongoraművész művészeti vezetésével egyedülálló szakmai összefogás keretei között valósulnak meg. Számos hazai és külföldi intézmény, zenekar, partner áll társszervezőként az események mellett. A 100-nál is több emlékévi esemény 15 ország 36 városában több mint 100 művész közreműködésével valósul meg. A Cifra 100 során olyan kiváló művészek és zenekarok lépnek fel a nagy hírű művész emlékére, mint Vadim Rebin, Boris Berezovsky, Misha Majszki, Márpa Árgerics, az Orchestre de la Suisse Romande, a Royal Philharmonic Orchestra, vagy az Orchestre de Radio France. A mai előadás a Cifra György emlékén és a Kró György Zeneiskola közös szervezésében ismeretterjesztő programsorozat keretében valósul meg, ezzel tisztelegve a nagy virtuóz munkásság mellett. Ott van a kis Cifra György, az édesapja, édesanyjával, és azzal a pianinóval. Ezt a pianinót a nővére bérelte, aki mosogatásból tartotta el a családot, és ennek ellenére bérelt egy pianinót, és a nővére gyúrta minden nap a zongorát, és több órát gyakorolt, és a kis Cifra György itt körülbelül 3-4 éves lehet. Ő ott a paplan alatt, mert rendkívül beteges volt, és állandóan melegben kellett lennie, nehogy még jobban megfázom, a paplan alatt, anélkül, hogy odament volna a pianinóhoz, az ujjaival elvégezte ugyanazokat a gyakorlatokat, skálákat, amelyeket nővére. Vagy egyszer csak odament a zongorához, a pianinóhoz, hogy magam is mindent eljátszott. Akkor egy kicsit elmentek ezzel a nővérének a gyakorlástól, hogy neki jobban megy gyakorlást, nélkül neki gyakorlással. De így kötött végül is ki a pianinónál és a zongoránál. Az ő tehetség azzal még egészen elképesztő volt, mert nagyon-nagyon kisgyermekként már valahogy úgy tudott zongorázni, hogy az improvizáció, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a fejben megszületik egy melódia, egy gondolat, és azt rögtön el tudta játszani. Anélkül, hogy kottát tudott volna olvasni, ennek ő nagyon nagy mestere volt. Egy 9 hónapos kislánynak, Szófiának vajon már van zongora élménye a kedves papától? Ha komolyan veszük Kodály Zoltán tanításait, akkor nem lehet elég korán elkezdeni a zenei nevelést. Már az édesanyja pocakjában is fontos, hogy zenét hallgasson egy gyermek. Ez nálunk természetesen így volt. Kislányom most már 9 hónapja van kint a világban, 9 hónapot volt bent a pocakban, de azt hiszem, hogy ez a 18 hónap zenével teli volt, és nagyon érdekes, nem rettem meg a kislányom a nagy zenekari hangzástól sem. Tehát először azt hittem, hogy félni fog az alapvetően hangos decibeltől, de rendkívül élvezi, sőt, kifejezetten szereti. A művészek érzékeny emberek, az apaság változtatott a te művészi megközelítéseden, a világlátásodon? Minden pozitív, negatív érzelem, történés, azt hiszem, ha nem is változtat, de formál egy művész szemléletén. És ez nagyon jó, hiszen azt hiszem, hogy ez a táplálkozási forma, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy ugyanazokat a darabokat, esetleg amelyeket nagyon régóta játszunk, más megvilágítás alá helyezzük. És azt hiszem, át kell élni azokat a élettani kötelezettségeket, amelyeket esetleg a zseniális zeneszerzők is átéltek, hiszen ők is abból táplálkoztak. Azokat az érzéseket vetették papírra, hangjegyek mögé, zárták ezeket a gondolatokat, és nekünk azért könnyebb megfejteni, hogyha már van tapasztalatunk. Mondasz egy példát is erre, hogy vajon hogyan árnyalódik egy konkrét darab, amit esetleg úgy érzékeltél is? Hát rendkívül sok olyan darab van, amihez meg kell élni bizonyos dolgokat. Most nagyon egyszerű dolgokat is tudok mondani, Liszt Ferenc szerelmi álmok című művét nem lehet eljátszani, hogyha az ember még nem volt igazán szerelmes, de Chopin bémol szonátájának a gyászindulóját sem, amíg nem vesztett el egy szeretett családtagot vagy barátot, és a temetésén nem járt. Tehát hogy ezeket meg kell élni, örömöt, bánatot, vallást, nemzeti érzelmeket, tehát mondjuk Liszt Ferenc magyar rapszódiáit, azt nem lehet úgy eljátszani, hogy az ember ne élte volna át azokat a akár cigányzenei vagy népzenei koncerteket, amelyekből Liszt Ferenc maga is táplálkozott. Egy virtuóz zongora játékos miért érzi hivatásának, hogy népszerűsítse egy korábbi virtuóz zongora játékos életútját? Jó magam,
csak és kizárólag Cifre Györgynek köszönhetem azt, hogy klasszikus zenész lettem, hiszen az én családomban mindenki más műfajt képviselt, és otthon Cifre György lemezek szóltak. Én már nagyon hamar éreztem azt, hogy szeretném a hálámat kifejezni. Hát ez eleinte kisebb koncertekben valósult meg, illetve abban, hogy nagyon elmerültem a művészetében, de 2016 óta sokunknak köszönhetően egy fesztiválról is adózhatunk a nagymester emléke előtt. Idén, jól mondom, tavaly ünnepeltük a 100. évfordulóját. Önmagam miatt tulajdonképpen az a legnagyobb öröm ebben az egészben, hogy azt hiszem, hogy egy olyan dologán nőtte ki magát a fesztivál és a Cifre György emlékápolás, amelyben Magyarország, Budapest és a világ legnagyobb városai, intézményei, kulturális szcénája, menedzsmentjei, világhírű művészek, tudósok kapcsolódtak be, és most már azt hiszem, hogy ezt egy magyar brandként tudjuk képviselni külföldön. Úgyhogy bár én kezdtem el, de most már sokan csináljuk, és töretlenül hiszünk abban, hogy Cifre György neve és munkássága a világ elitjébe tartozik. Világjáró zeneművész vagy, miért jössz a Króba? Annak ellenére, hogy a világot járom, én nagyon-nagyon szeretem Magyarországot, és azon belül is mindent szeretnék megtenni, azért, hogy a magyar zenekultúra itthon és képviselve legyen a legnagyobb színvonalon, és ezáltal külföldön is. Számomra az nem kérdés, hogy a legkisebbek felé kell fordulni, zeneiskola, középfokú iskola, és akár mondjuk felsőoktatásban is, ugye tanítok a Zeneakadémián, és ezen belül is a Krógy György Zeneiskolához évek óta nagyon jó, szoros barátság és együttműködés köt. A mesterkurzusokat van szerencsénk itt megvalósítani a fesztiválon, ami egy rendkívül fontos edukációs tevékenység, nagyszerű, különleges tanár egyéniségeket tudunk megnyerni ahhoz, hogy a fiatalokat oktassák, illetve hát, hogy a kerületben tudunk díjazni is nagy-nagy tehetségeket, akik a lángot viszik tovább, úgyhogy nem kérdés, hogy én eljövök a Krógy György Zeneiskolába, és az sem kérdés, hogy szeretnék tenni a jövőben is a legkisebbek zenei nevelésért, még akkor is, hogyha nem feltétlenül lesz belőlük professzionális zongoraművész. A zene az egy olyan adalék az élethez, amely nélkül azt hiszem, hogy kevesebbek lennének azok az emberek, akik aztán más pályát választanak. Ad egy érzelmi, mentális, fizikai biztonságot mindannyiunk számára, hogyha zenével indítjuk az életünket, bárhol is kössünk ki a végén.